Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig a Jazz Jack Rabbit végigjátszásomnak a második része. Ott hagytuk abba, hogy sikeresen teljesítettük a Turtle Terror epizódot, és most jön a Ballistic Bunny, aminek a borítóján ilyen érdekesség van. Konkrétan az előző epizódban láthattuk ezt a elektromos kivetülést, aminek szemei is vannak. Na, ebben az epizódban ezzel nem fogunk találkozni. Teljesen mindegy. Következik a Letni nevezetű bolygó. És már itt is vagyunk. Igen, érdekes a pálya. Kicsit ilyen elektromos nyákok láthatók, illetve processzorok, tranzisztorok láthatók mindenütt. Úgyhogy megyünk is tovább. Fönt pedig ilyen kis érdekességek, nem is tudom, hogy minek nevezzem. Kis robotkáknak fogom most nevezni. Itt monitorokat lövöldözünk szét, illetve szedjük össze a jó kis toaster töltényeket. Igen, igazából jaj, eléggé beleolvadnak ezek a környezetbe. Kis elektromosság, elektromos kivetülések itt is mindenütt. Illetve, hogy ilyen mágneses generátorok vannak itt, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem őket, amik ugye folyamatosan szívnak maguk vele, úgyhogy ezekre is érdemes figyelni. No, megyünk lefele, ezeket továbbra is írtjuk a francba. Itt tudunk egy kis shortcutot csinálni, jó. Mondanom sem kell, hogy eredeti felbontáson ez a pálya igencsak nehézkes. Itt viszont van most nekünk egy ilyen kis cipőcskénk, amivel száguldozhatunk. És itt is fontos az, hogy folyamatosan lövöldözzünk, mert különben rögtön belefutunk a ellenségbe. Hát és ennyi volt a pálya? Ennyi volt a pálya. Ez igazán gyors volt. Lehetséges, hogy kihagytam a felét. De annyi baj. Megyünk tovább, talán ez a második pálya már hosszabb lesz. Ugye 90-es években, az előző részben is mondtam, hogy ez 94-es játék, tehát azért a memória használat, illetve a lehetőség azért eléggé limitálva voltak PC-n. De hát nem csak PC, nyilván más eszközökön is. Na, ez most pont jó volt, pont csíptem. És itt van nekünk egy kis papagájunk, megjött Hops. Ha jól tudom. Közben nem néztem meg, hogy jól mondtam-e a nevét. De lejövünk, azt mondja nyíl, hogy megyünk erre. Váltunk, nem tudunk váltani, csak toasterünk, úgyhogy akkor ez is jó lesz. Igen, pont olyan szögben voltak ezek a kis robotkák, hogy nem értem el, de hogyha picit felugrunk ide, akkor már elérjük. Ezt már nézzük, hogy van esetleg valami titkos átjáró erre, arra, amarra. Hoppá. Közben egyik barátomtól megkaptam, hogy hát ilyen nagy felbontáson azért, hát azért nagyon egyszerű a játék, és hát igen, valóban egyszerű. De pont ezért választottam ezt, mert szeretném, hogyha jobb lenne nézni az egészet. Ilyen nagyon pici felbontáson azért nem egy élvezetes dolog. Hú, van itt aztán minden. Gyorsan föl is szedünk, ott egyet hagyunk még, hát ha jó lesz ugye visszafele. Ha visszafele megyünk, aztán lehet, hogy egyébként nincs rá szükség. Itt jaj, nagyon nehezen tudunk csak befele menni. Valamiért, igen. Jó. És akkor most felszedjük ezt is. És akkor mehetünk tovább. Igen, a kis teknősöket már megint írtam, de minek? Akkor szegények nem bántanak. Természetesen most múlt el a hatása a pajzsnak. Se baj. Jó. Még szintén jól haladunk, ott bemehettem volna, de elszalajtottam a lehetőséget.
csak sikerül majd egyszer lelőnöm. Igen, sikerült, mehetünk tovább. Jó, ott csak egy fegyver van, muníció, és ide tudunk tovább jönni. Na, ez már picit összetettebb pálya, ez jobban tetszik, az előző az ilyen nagyon-nagyon lineáris volt, túl gyorsan a végére értünk. Ez már egy picit összetettebb. Itt továbbra sem tudok már csinálni, ez az most elkaptam. Kis rapid fire. Hát is válthatunk erre, és akkor ezzel sorozhatunk. Szegény kis teknősöket ide kirakták. De minek? És itt van egy bónusz pálya. Szuper, úgyhogy ezt akkor mindenképpen lejátsszuk. És itt a pálya vége. Köszönjük szépen! No, és itt is vagyunk. Ez már a Letni bónusz pályája. És rohanunk előre. Ups, kicsit más már a terep, mint az előzőben láthattuk. Nagyon ügyes vagyok szokásosan. Most már, nem, itt is most 30-at kell összeszedni, tehát igazából nem. Hoppá, nem lett több. Összegyűjtendő kristályok száma. Viszont a pálya már egészen más jellegű. Nyilván próbálnak variálni vele, ahogy csak lehet. Valószínűleg egyébként a későbbiekben nem fogom összeszedni a bónusz pályákhoz tartozó rubint, egy drága követ. Már csak azért sem, mert ahhoz, hogy én ezt a módot lejátszam, ez az, meg is van. Ahhoz, hogy én ezt a módot lejátszam, az még egyszer végig kell játszanom a pályát a mód nélkül. De most érkezik a Technoir bolygó. Lássuk. És itt is vagyunk. És rögtön ilyen kis szatellitszerű gépek közelednek felénk. Összenyomva minket, de szerencsére sikerült elhárítanunk a problémát. Hatalmas zuhanás után rögtön felszedtünk két RF misszált, és itt már látunk újfajta ellenfeleket is. Teknősök formájában, akik ilyen kis rakétán repülnek ide-oda, amoda. Hát írtsuk ki őket szerintem, ahogy a többit is. Egyébként ezt a zenét nagyon-nagyon szeretem. A soundtrackből ez a egyik kedvencem. Jó. Ez a világ kicsit ilyen robotikus, mechanikus. Ahogy eddig elnézem. Leszámít azért egészen más jellegű világ is. Tényleg nagyon változatos maga a játék ilyen szempontból. Nagyon sok fajta környezettel találkozhatunk. És igen, itt vannak a rakétás teknősök mellett, vannak itt ilyen kis tankos teknősök is. És itt láthatjátok a víz torony. Még nem is értem, hogy miért van egy ilyen alapvetően elektronikus világban víztorony. Purcsállam kicsit, de mindegy, tehát hogyha sikerül végre felugranom, akkor látható, hogy ki van írva, hogy Epic. Ezért is reklámozva, a cég reklámozza magát, ugye a fejlesztő kiadó reklámozza magát, ami teljesen elfogadott. Jó, hát figyeljetek, igazából itt most haladunk tovább, írtjuk a teknős hadát, közben felzedünk egy répát is, meg egy kósza floppit. Megnézzük, hogy mi van oda fönt. Csak ezeket előbb eltávolítjuk. Úgy van, hatalmasat ugratunk. Közben felszedtünk egyébként dinamitot is, ami elég erőteljes, hogyha bele sikerül úgy felrobbantanunk, hogy a teknős a hatótávolságon belül legyen. Hoppá!
hogy ez is nagyon hatásos. Na nézzük, merre tudunk itt menni tovább. Itt mutatja a mókból összerakott nyíl, hogy jobbra menjünk tovább. Vagy legalábbis jobbra találunk egy-két érdekes dolgot. Na itt föl tudok ugrani, föl tudok ugrani. Rengeteg kis missile ammo található. Igen, itt tovább azt mondja, hogy erre visszaküld minket, megnézzük, hogy itt van-e még valami. Hát van méghozzá egy papagáj, akinek hasznát fogjuk venni természetesen. Igyekszünk nem sebződni, és akkor velünk is tart egészen a pálya végéig, ugyanis itt van a pálya vége. Köszönjük! Nézhetjük tovább. Nem, és jön tovább a pálya, vagy a következő pályára is velünk a papagáj, úgyhogy ez tök jó. Ujjaj, hát ennyi volt a nagy öröm. Jaj. Igen, ezek eléggé sunyi ellenfelek, mert csak is szépen lassan jönnek, és azt nem igazán tűnik annyira fenyegetőnek, mint amilyen valójában. Hú, ha mennyien vannak ott odalent. Ez a tumultus. Nem baj, kicsinálunk mindenkit. Akitek nős. Itt már aktiváltuk is a checkpointot. Közben ugrálunk óvatosan fölfele. Majdnem. Hoppá, itt ez nem sikerült, viszont itt kapunk egy répát, amit én most ügyesen elhasználtam. Pedig fullon vagyunk, azt most akkor addig nem használjuk el, hát ha később jól fog jönni. Jézusom, mennyien vagytok itt. Sosem értem, hogy a tankos technősök miért ananászt lőnek. No, itt van még egy gyűjthető pont, ez egy Gravis Ultra pad. Hiszem egy gamepad, ami hát akkoriban megvásárolható volt. És reklámozza is a cég egyébként, vagy a játék, hogy ezzel sokkal jobb játszani. A játék egy bizonyos pontján látunk ilyen reklámot. De ne dőljetek be, ez csak reklámfogás, már pedig keyboarddal sokkal élvezetesebb a játék ebben az esetben, úgyhogy meg hát maga a Gravis Ultra Gamepad bár nem volt egyébként annyira rossz, de azért mégsem hozza azt a szintet, mint egyébként a nevesebb konzolos társai, kontrolleres társai. No, itt föl kell menni, azt mondja a nyíl, hogy megvárjuk szépen a rugó út, hogy föl tudjunk menni. Paty! Uah! És rögtön ezekbe a kis gépekbe ütközünk. Jajajajajajaj. Jó. Hát én szatelliknek mondtam őket, de szerintem ezek inkább csak ilyen kis aknák. Ilyen lebegő aknák. Megvárjuk, amíg kilövi. Ez az. Jó, ott fönt van egy papagáj, vajon föl tudunk-e valahogy oda menni? Most így hirtelen nem tudom, hogy miként lehet. Uaj, hú, ez sikerült szépen. Aha, itt volt egy átjáró, szuper. Akkor innen mehetünk tovább. És itt a pálya vége. Szupi. Na nézzük. Következő világ az Orbitus. Ez is kicsit futurisztikus. Észrevehetitek, hogy nincs nálam már a papagáj. Leginkább azért van, mert ezt már másodjára kezdem újra ezt a pályát, ugyanis az előző játszásomban beakadtam egy ponton, ahonnan az Istennek sem akart engem kiengedni, úgyhogy most újra kezdtem. De remélhetőleg most már minden rendben lesz. Igen, sajnos azt nem tudom, hogy ez most amúgy is beakadtam volna, vagy ez a modnak köszönhető, hogy így beakadtam.
Mindenesetre remélhetőleg ez már nem fog megtörténni. Most megpróbálunk, igen, itt hogyha itt vagyunk, akkor ez automatikusan levisz minket a felületről. Úgyhogy megpróbálunk itt ügyesen át. Hoppá, nézzétek, mit szereztünk? Egy légdeszkát. Picit könnyebb lesz így a dolgunk. Jó, igen, ezekkel is vigyázni kell, mert bár egy helyben vannak ezek ellenfelek. Tehát mindenképpen ki kell őket írtanunk. Jó, és itt el is vették a légdeszkánkat. Óvatosan végesünk, ne ütközünk neki a falnak. Szupi! Hoppá, mekkorát ugrunk. De mégsem, még közelében sem vagyunk a tetejének, úgyhogy még vissza kicsit rásegítünk, visszaugrálgatunk itt. Jaj! Nem egyszerű. Hoppá, mennyi répa. Ezt jobb észben tartani. Aztán más nem is volt itt. Boing. Úristen, mennyi, meg új ellenfelek. Rengeteg új ellenféllel találkozhatunk egyébként a játékban folyamatosan. Hoppá. És itt most merre kéne menni esetleg ide be? Végig pattoghatunk itt ezen a részen. Igen. Jó. Hopp. Uha. Egyre érdekesebb a pálya szerkezet. Fú. Jó van. Ott volt a pálya vége, sikerült átlőnünk rajta. És itt jövünk a második pályára, Orbitus nevezetű bolygón. Azt mondja, hogy lefele kell menni. Hiszünk neki, de azért megnézzük, hogy erre mi van. Függetlenül. Van egy kis lift. Ezeket leírtjuk. Jó, igen, ezeknél nagyon jó a launcher egyébként ezekre a ellenfél típusokra, amiket nem tudunk alapvetően egyenesen kinyírni. Hopp. Jó, hát ez fantasztikusan összeszedtem az összes amót. Nem baj. Ajjajjajjajjajjaj. Nagyon erre mennek rá. Emlékszem, hogy itt azért voltak problémák régebben. Nem is tudom, hogy pontosan mi, tehát amikor még gyerekként játszottam, hogy mi miatt nem tudtam tovább jutni. De itt azt hiszem valami nagyon furcsaság van. Hopp, igen, hogy ilyen brutális sebességgel küld meg minket. Ah, ez az jó van. Sikerült most átjutnunk, örülök, hogy ezzel nem kellett időt vesztegetni. Na, rohanunk, hoppá, jajajajajaj. Igen. Csalóka volt. Csalóka a pálya dizájn. Mert nagyon könnyen. Ja igen, ez a piros csík miatt azt hittem, hogy ott lehet mocorogni, de nem lehet mocorogni. Illetve itt nagyon könnyű átugrani. Hopp. Jó van, szerencsére visszaszedtük és találtunk pajzsot. Jajajajajajaj. Na, nem ugrálunk, itt most egy kicsit nyugodjunk le. Ez az. Arra sarkalj, öppe. Arra sarkalja itt a játék, hogy ne rohanjunk már, mint az őrült. Kicsit gondolkodjunk még, mielőtt megyünk bármerre. Na, itt van egy élet. Szuper. Most fölugrálgatunk ezen a kis szűk részen. Főszedjük a pontokat. Mert hát minél több pontunk van, ugye annál jobb. Lehet dicsekedni a barátoknak, hogy mennyi pontot sikerült szereznünk a játékban. És régen ez még egy legit dolog volt, most már nem annyira. Most már azt mondják, hogy kit érdekel. Na de kész a pálya, úgyhogy szembenézhetünk a következő Guardiannal, őrzővel, aki nem más, mint szintén Deven, aki egy egy repülős truccon akar minket kicsinálni. Mármint, hogy csinálna, hogyha történne bármi is. De
annyira fantasztikus az a mod, hogy konkrétan meg sem mozdul szegény. Úgyhogy ez egy jobban át kellett volna gondolom ezt a történetet. Vagy jobban megbizonyosodom arról, hogy minden frankon működik a játék a kapcsolatban. Na mindegy. Szóval egyébként meg lövöldözne, meg repülgetne ide-oda, úgyhogy amúgy sem egy kihívás, de így aztán most meg pláne. Úgyhogy köszönjük. És itt van a következő kis képecske. Nagyon szerettem egyébként ezeket a képeket, tök hangulatosak. Húha, Devon egy klónozó gépet épít. Ajajaj. Itt ez a klónozás, és közben láthatjuk Devont, ahogy egy árkárgépen játszik, és tétlőtt a szegény Jazz. Na, jól van, megyünk a következő epizódra. Ezt viszont már a következő részben nézzük meg. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ezek kicsit rövidebb epizódok lesznek, de remélem azért így is élvezetes. Minden esetre várlak titeket vissza, addig is legyetek jók, sziasztok!